Átadták az első kerékpáros szervízpontot a Szent István téri letfal alatt. Összesen 10 ilyen állomást üzemelnek be a következő 2 hétben, és ha elkészül a Miskolc-Máig közötti kerékpárút, akkor a város felüli végén még egyet kialakítanak majd a Városgazda munkatársai. A szervízpontok helyszíneit a lakosság bevonásával választották ki. Méretes fúróval fúrták ki 4 helyen a Szent István téri díszburkolatot a munkások, hogy stabilan tudják rögzíteni a szervízpont oszlopát. Ez az első a városban, és ezen túl bárki használhatja, ha menet közben elromlana a biciklije. Például, ha ereszt a kerék, az elszökött levegőt is lehet pótolni. Egy defekthez ugye itt látunk ilyen külső leszedőket, amivel a külső gumit le lehet szedni. Vannak különböző méretű imbuszkulcsok és csavarhúzók is, amivel egyszerűbb szereléseket is el lehet végezni. Az önkiszolgáló szervizpontok telepítési helyszíneinek kiválasztásához az év elején kereste meg a város a Kerékpáros Miskolc Egyesületet. Mi azt javasoltuk, hogy a helyszínek kiválasztását társadalmasítsuk. Ezt a javaslatot a város elfogadta, és ennek megfelelően meg is történt egy ilyen szavazás, amelynek az eredményeképpen álltak elő azok a helyszínek, amelyek közül most itt vagyunk az elsőn. Miskolc 10 pontján építik ki a Városgazda munkásai a szerelő állomásokat. Van, ahol a rögzítéshez szükséges szilárd talaj már megvan, de van olyan hely is, ahol előtte betonozni kell. A következő 2 hétben a tapolcai elágazásnál, a népkerti sportcsarnoknál, a Csanyik bejáratánál, Lillafüreden a buszvégállomáson, a Diósgyűri várnál, a Barlangfürdőnél, Tapolcán a buszvégállomásnál, az Andor utcai kutyafuttatónál, illetve a Kilián délen az otthon térnél építenek ki szervízpontot. Ha pedig elkészül a Miskolc és Máig közötti kerékpárút, akkor a város határában lévő áruháznál is kialakítanak majd egyet. Olyan helyszínt választottunk közösen a Kerékpárosok Miskolci Egyesületével, ahol vagy kerékpárút van, vagy nagy kerékpáros közlekedés található. Ez telepítéssel együtt közel 6 millió forintba kerül, ezt a város kasszájából van finanszírozva. Az önkormányzati képviselő szerint a szervizpontok kialakításának ötlete Tiszaújvárosból származik, és bízik benne, hogy sikeres lesz itt is. Ahogyan abban is, hogy vigyáznak majd rájuk a miskolciak, és így is sok kerékpárosnak nyújtanak majd segítséget, ha útközben gond adódna a drótszamárral.